sokkal keményebb mérkőzésre számítottunk, de az a 8. percben az a 11-es és az a piros lap nagyon nagy behatással volt a mérkőzésre. Az természetesen nem azt jelenti, hogy nem akkora az értéke a győzelmünk, mert nagyon nagy az értéke. Az 5 gól mellett kihagytunk sok-sok helyzetet is. De mikor emberelőnyben voltunk, 80 percenál sokkal könnyebb volt játszani, és tényleg magabiztosan nyertünk egy jó Lucsani ellen, aki, hogyha 10-10 ellen lett volna, biztos, hogy nehezebb lett volna sokkal. Az volt a cél, hogy megismételjük azt a játékot, amit Belgrádban Vozsdovác ellen játszottuk. Sikerült is, úgyhogy a jó úton vagyunk, hogy a fiúk teljesen elsajátították azt a taktikai rendszert, amit kérek tőlük. Ez eddig hozza az eredményt és gólokat is, úgyhogy remélem, hogyha így folytassuk, hogy akkor tényleg egy stabil, jó szuperligás csapat leszünk. Neko će pomisliti da je to bila laka utakmica, ali nije. Lepo smo otvorili utakmicu, probili, oni su iz penala crveni kartoman, nam je malo olakšao dalji tok utakmice. Mi smo se odradili sve što smo se dogovorili s tlačionice i zasluženo pobedili danas. Igazából ez a hét, ez nekem nagyon nehéz volt, hiszen voltak gondjaim, de hát a klubon belül nagyon sokan segítettek, az edző, a játékosok, mindenki, a barátaim segítettek, és hát ez a gól, ez most azt gondolom, hogy egy nagy pozitívumot adott nekem, és remélem a továbbiakban is gólokat fogok lőni. És igazán annyira azt gondolom, hogy ez nem is fontos számomra, csak azt akarom, hogy a csapat nyerjen, és hogy minél jobb eredményt érjünk el. Támadjuk le egyből az ellenfelet, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, hiszen nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, még több gólt bírtunk volna rúgni, de azt hiszem, hogy ez az 5 gól is elég volt.